Üresen áll a szentelt víz tartó a Győri Bazilikában. Országszerte a templomokban belépő hívek nem tudnak keresztet vetni a szentelt vízzel. A koronavírus miatt ugyanis a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egészségügyi intézkedéseket hozott múlt csütörtökön. Miután nagy tömegeket látunk vendégül, napról napra a templomokban kell nekünk is bizonyos óvintézkedéseket hozni. Nem szeretnénk ezzel semmiképpen sem a pánikolók sorába állni, viszont felelősséggel szeretnénk eljárni. A templomokban annak érdekében, hogy a cseppfertőzéssel elkapható vírus ne terjedjen, különböző intézkedéseket írtak elő. A jelnek a váltását, a készfogást megszüntettük, csak hagyományos móddal szemben a nyelvráldozás helyett kézbe Tehát ilyen külső dolgokat próbáltunk lezárni, hogy ezzel is elejét vegyük az esetleges cseppfertőzésnek, illetve ami még nagyon fontos, hogy a kórházakba járnak a lelkipásztorok nagyon gyakran, ott értelemszerűen a kórházi rendelkezéseket kell figyelembe venni, illetve a házi beteglátogatáskor pedig arra kértük a paptestvéreket, hogy mind az ellátás előtt, mind az ellátás után kész mosást, fertőtlenítést végezzenek. Veres András a Püspöki konferencia elnöke híradónknak elmondta. A nagy tömegeket vonzó egyházi események megrendezését is alaposan átgondolják, és ha úgy ítélik meg a helyzetet, akkor lemondják az eseményt. A nagy egyházi rendezvényeket nem tartjuk meg mi sem, ha csak valami rendkívüli oka nincs ennek, tehát külön összejöveteleket, mint például mi egy ifjúsági találkozót szerveztünk volna most márciusban, lemondtuk ennek a megtartását, éppen azért, hogy a szülőket ne hozzuk szükségtelenül aggodalomba, ne soroljuk őket gondba. Veres András hozzátette, a hívek megosztónak találták az intézkedéseket, voltak akik szerint kevés az a pár előírás, amit most bevezettek, mások szerint éppen ellenkezőleg túlzásnak tartják az óvintézkedéseket.